Újabb emelés. Több mint 100 forinttal lehet drágább egy doboz cigaretta jövő decembertől. Ez azt is jelentheti, hogy megnő az illegális dohánycsempészet a magyar-ukrán határon. Drágán vásárolhatunk. A termelők, eladók szerint a rossz idő, az április végi fagy is befolyásolja a piaci árakat, ezért is drága többek között az eper és az uborka. Újabb mentőöv, 4-6 hónapos ingyenes távoktató programra jelentkezhetnek azok a volt diplomamentősök, akiknek még nincs nyelvvizsgájuk. Több mint 100 forinttal lehet drágább egy doboz cigaretta jövő decembertől, mert a kormány uniós előírásra 29%-kal emeli a jövedéki adóját. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Így egy dobozért akár 1200-1300 forintot is elkérnek majd. Ez azt is jelentheti, hogy megnő az illegális dohánycsempészet a magyar-ukrán határon. A NAV regionális bűnügyi igazgatója azt mondta, óriási árréssel dolgoznak a bűnözők, milliókat kereshetnek akár egy éjszaka alatt is. Jellemző az is, hogy megyei dohánytermesztők adnak el alapanyagot illegális feldolgozóknak. 1010 forint, 1040 forint, és ezek még nem is a legdrágább cigaretták. Egyre többe kerül a dohányosok káros szenvedélye. 20 évvel ezelőtt még alig 50 forintért vásárolhattak maguknak egy dobozzal, most átlagosan 1000 forintot kell adni a cigiért. Az ár most tovább emelkedik. A kormány azt tervezi, hogy három lépcsőben összesen 29%-kal emeli a jövedéki adót. Ez azt jelenti, hogy egy doboz cigaretta ára 150 forinttal is drágább lehet, így összességében 1200-1300 forintért adhatnak majd egy doboz cigarettát. A cigaretta ára több tényezőből alakul ki. Ha a bruttó, tehát a boltban kiírt árat vesszük figyelembe, akkor annak több mint fele 54%-a a jövedéki adó. A bruttó árhoz számított áfa 21%, míg a kereskedőnek 10%-os árrést állapítottak meg. A maradék a cigaretta előállítási ára. A 29%-os emelésre uniós derogációs előírások miatt van szükség, amit a kormánynak 2017. decemberéig kell végrehajtani. Ez a kamion a papírok szerint több raklap víztisztítót szállított Romániából januárban. A valós rakomány azonban ennél sokkal értékesebb volt. 425 ezer doboz, megközelítőleg 500 millió forint értékű adózatlan cigarettát rejtett a raktér. A vámosok a múlt évben 1,5 milliárd forint értékben foglaltak le illegális cigarettát. 6 bűnszervezet 48 tagja ellen emeltek vádat, emellett 5 bűnszervezet 10 tagját helyezték előzetes letartóztatásba. A komoly, több éves börtönbüntetést a nagy haszon reményében vállalják a bűnözők. Ismereteink szerint az ukrán fél egy magyar átadási pontra megkezdhetőleg egy átlagos árfekvésű cigarettát 2000 forint per karton áron ad be, ahogy a szakzsargon mondja. Erre a magyar fél egy 6-700 forintot számol fel, és ilyen áréssel értékesíti azt nagykereskedő olgazdák részére határmenti térségben. Hát gondolhatjuk, hogy ha 1000 kartonon már 6-700 ezer forint, 10 000 kartonon már 6-7 millió forint haszon is megkeletkezhet egyetlen este. Szóval hatalmas nagy a zár is, amivel dolgoznak, és éppen ezért a szervezett bűnözés ezt is egyfajta illegális pénztemelő tevékenységként hajtja végre. Februárban leplezték le a pénzügyőrök ezt a kálósemjéni illegális raktárt. 15 tonna feldolgozatlan dohánylevelet találtak itt a fináncok. A bűnügyi igazgató azt mondta, gyakran előfordul, hogy a termelők asszályra hivatkozva nem adják le a teljes termést a hivatalos feldolgozónak. Inkább illegálisan értékesítik, falevelekkel és növényi maradványokkal feldúsítva. Ennek a fekete piaci ára rendelt mennyiségtől függően egy olyan 5-7 ezer forintra tehető. Ezzel szemben a fogyasztási dohány, jelenleg egy 110 grammos fogyasztási dohány adózatlan kereskedelmi forgalomban megkezdhetőleg egy olyan 2800-3000 forintos áron kapható, tehát egy kiló adózott fogyasztási dohány legkevesebb 28 ezer forint. Ezért lehet, hogy míg tavaly egész évben 5,6 tonna fogyasztási dohányt foglaltak le a pénzügyőrök, addig idén csak januárban 93 tonnát. Illegális cigarettából tavaly 1,7 millió dobozt, idén eddig 830 ezer dobozt koboztak el a nyomozók.
Szerény választék, magas árak, ezek jellemzik a megyebeli piacokat. Hazai gyümölcsök, zöldségek még nem igazán vásárolhatóak, csak az import áru, az árak így jóval magasabbak. A termelők, eladók azt mondják, a rossz idő, az április végi fagy is befolyásolja az árakat, ezért is drága többek között az eper és az uborka. Szerda az igazi piacnap Nyíregyházán is, ezek a felvételek a búzatéren készültek. Kora reggel sok a vásárló, ám az átlagoshoz képest kevés az eladó, szerény a választék, magasak az árak. A legtöbben azt mondják, ez a rossz hideg idő miatt alakult így. Most is kapátban vagyunk, holott már igazán a tavaszi napsütésnek kellene működnie. Ehhez képest ezek a répa zöldségfélék, ugye, amik fóliából indulnak, jelezték már a helyi termelőink, hogy fognak jönni, csak egy kis késéssel, csúszással. Tehát a répa zöldség az biztos, hogy egy magasabb áron fog megindulni. Jelenleg is érezhető az eper árában, ugye, mert ezek sem szabadföldi kultúrák, hanem hideg, illetve meleg fóliákból származnak, és ugye ez is azért tartja még mindig az árát, mert egyszerűen nem érik. Ezen a felvételen látható, hogy 2,3 kg epret több mint 4600 forintért vásároltak meg. Nagyon drága, meg kell nézni, mert nyugdíjasok vagyunk, kis filléres emberek is, mert nagyon meg kell nézni. Az unokámnak veszek, vagy a gyermekeimnek, de én még meg se kóstoltam az epret, mert az drága. Kocsis Ferenc és családja évek óta foglalkozik uborka termesztéssel, ők is magas áron tudják eladni a portékát. Voltak jó időszakok, a március végé, április elejei jobb idők, azok kedvezőek voltak, de aztán, ami bejöttek a hidegek, sőt április végi fagyok, hát ezek bizony eléggé megviselték az állományt. Alapvetően az árak is azért alakulnak ilyen szinten, ilyen magasságokba. Az Európai Unióban évente 280-290 ezer tonna fokhagymát termelnek. Magyarországon 2000-ben körülbelül 13 ezer tonna fokhagymát termesztettek, 2014-ben a KSH adatok szerint pedig mindössze 7 ezer tonna fokhagymát takarítottak be. A gyógy- és fűszernövény ára több mint 20%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. A nyíregyházi búzatéri piacon igazi hiánycikk a fokhagyma, alig akad egy-két eladó, akinek megtalálható a pultján. Én 2000 forintért adom kilóját a fokhagymának. Azért ilyen drága a fokhagyma, mert már az ó lassan elfogyik, és a kevés volt a termés, és akkor egy-két héten belül meg már megjelenik az új fokhagyma. Hazai kerti zöldségeket, gyümölcsöket még kis számban találhatunk a piacokon, a leggyakoribb, hogy külföldi árut tudnak kínálni, vásárolni. Ám azok ára jóval magasabb. Remélem, hogy hamarosan megjelennek a magyar termékek is, és fog csökkenni az ár, hogy nem csak külföldi áru lesz. Hát van magyar is azért, de van külföldi is, igen. Az eladók azt mondják, pár hét múlva mérséklődhetnek a piacokon az árak, hiszen hamarosan megjelennek a hazai idény zöldségek és gyümölcsök. Ezt mutatja az is, hogy egyre több a palánta a piaci pultokon. 4-6 hónapos ingyenes távoktató programra jelentkezhetnek azok a volt diplomamentősök, akiknek még nincs nyelvvizsgájuk. A mentőöv elnevezésű tanfolyamot az Euró Nyelvvizsga Központ indította el egy hete. Azóta több mint 1000 volt diplomamentős regisztrált a képzésre. Így néz ki egy bizonyítvány államilag elismert nyelvvizsgáról. Ha ilyen dokumentuma nincs a végzős hallgatónak, nem kaphatja meg a diplomáját. A diplomamentő programot azért indították el 2014-ben, hogy akik a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatták meg a diplomát, ingyenes nyelvi képzésen vegyenek részt. Makkai Noémi is jelentkezett. A diplomamentő program keretén belül egy 360 órás angol képzésen vettem részt. Nagyon jónak tartottam a képzést, és csak még nincs meg a nyelvvizsgám, és ezért még szükségem lenne szerintem valamilyen képzésre, hogy sikerüljön. Több mint 10 000 hallgatóval kötöttek támogatási szerződést, közülük 414-en Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken vettek, vesznek részt képzéseken. 56 fő vett részt a Nyíregyházi Egyetem, korábban Nyíregyházi Főiskola képzésein. 7 csoportot tudtunk elindítani, egy csoport még tanul,
most fejezte be az elmúlt héten a 6. csoport a munkát. Az 56 főből még nem tudjuk pontosan, hogy hány embernek van meg a nyelvvizsga, ez folyamatosan érkezik. Azt viszont tudjuk, hogy az első két csoport nagyon szépen szerepelt, ott van egy 100%-os és 90%-os eredményességünk. A több mint 10 000 diplomamentős közül egyelőre 4400-an küldték meg nyelvvizsga bizonyítványukat a központba, sokan vannak, akiknek még nem sikerült a nyelvvizsga, nekik újabb mentővet dobnak. Összesen egy olyan 2500-3000 fő lehet érintett országosan. Nem jutott el a képzés ellenére a középfokú nyelvvizsga közelébe. Ők rendszerint már többször próbálkoztak nyelvvizsgán, nos, számukra indítottuk el a mentőv programot, egy olyan távoktató programot, amely tanári segítséget is tartalmaz, és azt szerint, hogy most hol tart a volt diplomamentős hallgató, 4-6 hónap alatt végig produktív nyelvhasználattal, kemény munkával elviszi őket a középfokú nyelvvizsgáig. A kezdeményezéshez a szakma és több nyelviskola is csatlakozott. A program teljesen ingyenes a hallgatóknak. A nyelviskolák, illetve a kezdeményező nyelvvizsga központ is gyakorlatilag sehonnan semmilyen támogatást vagy díjazást nem kap. A Nyíregyházi Egyetemen elérhető egy belső intézményi nyelvi vizsga is, amely ugyan nem akkreditált, tehát nem ad nyelvvizsgát, ám annak sikeres teljesítésével kiadják a bent ragadt diplomát. Átfogó ellenőrzést tartott tegnap a megyei rendőrfőkapitányság az M3-as Szabolcs megyei szakaszán. A Budapest felé tartókat leterelték az autópályáról a Kálmánházi pihenőhelyre, ellenőrizték a sofőröket, az utasokat és átvizsgálták a járműveket. Az akció célja a rendőrség tájékoztatása szerint a balesetek megelőzése, valamint az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítése volt. A hatóságok összesen csaknem 2000 járművet ellenőriztek. Kisebb súlyú közlekedési szabálysértés miatt 20 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 4 járművezetőnek gyorshajtás miatt, 2-nek engedély nélküli vezetés miatt helyszíni bírságról állítottak ki csekket. 2 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettek, mert forgalomból kivont gépkocsival közlekedtek. Egy gyorshajtó és 2 útdíjat be nem fizető sofőrrel szemben pedig közigazgatási hatósági eljárás indult. Megújul a 38-as számú főút egy szakasza. A Magyar Közút Nyíregyházi Üzemmérnökségének munkatársai nyomvájus burkolatjavítást és kátyúzást végeznek az érintett útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a következő napokban forgalomkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők. A szakemberek hideg aszfalt tömítéses eljárással és hengereléssel teszik simává az út felületét. Nem kell sorban állni ügyfélfogadási időhöz igazodni a NAV-nál, ha van ügyfélkapus regisztráció. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. 7. felnőtt bajnoki címét szerezte meg a 20 kilométeres gyaloglásban Helebrant Máté a Békés Csabai országos bajnokságon. A riói olimpiára készülő nyíregyházi atléta 1 óra 22 perc 38 másodperces idejével beállította egyéni legjobbját. A Baktalórendházi Regújantal általános iskola csapata nyerte a 4. korcsoportos labdarúgó diák olimpia megyei döntőjét. A baktaiak győzelmükkel bejutottak a júniusi miskolci országos fináléba. Nem kell sorban állni ügyfélfogadási időhöz igazodni a NAV-nál, ha van ügyfélkapus regisztráció. Az elektronikus ügyintézés több szempontból is előnyös. Az ügyfélkapun folyamatosan nyomon követhető az adófolyószámlánk, a tárhelyre pedig értesítők érkeznek túlfizetésről, de tartozásról is. A NAV mindenkinek ajánlja az elektronikus felület használatát. Személyigazolványadó azonosítót szeretnék kérni. E-mail címmel rendelkezik, igen. Csak úgy tudom, hogy felkapott nekünk. Ha aktiválást szeretne kérni, akkor pedig itt az aktiváláshoz kellene az adatokat felvenni. Néhány perc alatt kitölthető ez az ügyfélkapus regisztrációs kérelem, amellyel megkönnyíthető az adóügyek intézése. Az adózó kényelmesebben és gyorsabban küldheti el elektronikusan bevallását. Az adóhatóság leveleket, értesítőket küld a felületen.
Az elektronikus értesítéseket folyamatosan ezekre a tárhelyekre küldi meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, természetesen itt a folyószámla kivonatokon túl az adóigazolásokat is erre a tárhelyre kapják meg. Az ügyfélkapun keresztül az adó- és jövedelemigazolás, a biztosítási jogviszony is könnyen ellenőrizhető, sőt, értesítőt kapnak az adózók túlfizetésről és tartozásokról is. A megyében tavaly 236.900 adóbevallás érkezett a NAV-hoz, ebből 69.000 nyilatkozatot elektronikusan töltöttek ki. Az adóhivatal azt szeretné, ha minél többen áttérnének az ügyfélkapus ügyintézésre. A személyvédelmi adóbevallás későbbi teljesítéséhez az egyik legfontosabb tény az, hogy szükséges az ügyfélkapus regisztráció, hiszen azoknak az ügyfeleknek tudja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a későbbiekben elkészíteni a bevallását, akik rendelkeznek ilyennel. Az ügyfélkapus regisztráció a NAV-nál és az okmányirodákban is elintézhető, adókártya és személyigazolvány szükséges hozzá, a belépéshez szükséges jelszót két évente meg kell erősíteni vagy meg lehet változtatni, de regisztrálni csak egyszer kell. Hetedik felnőtt bajnoki címét szerezte meg a 20 kilométeres gyaloglásban Helebrant Máté a Békés Csabai országos bajnokságon. A riói olimpiára készülő nyíregyházi atléta 1 óra 22 perc 38 másodperces idejével beállította egyéni legjobbját. A már hagyományosnak számító helyszínen Békés Csabán rendezték meg a gyaloglók 20 kilométeres bajnokságát, amely egyben olimpiai kvalifikációs nyílt nemzetközi verseny is volt. Éppen ezért a rangos mezőny vágott neki a rövidebb olimpiai távnak. A korábbi hatszoros győztes Helebrant Máté végig nagy csatát vívott a lengyel Brozovskival, és végül riválisát lehajrázva legjobb idejét beállítva nyerte meg a versenyt a nyíregyházi atléta. Idén már megnyertem egy 5 km-es, illetve egy 50 km-es országos bajnokságot, és nagyon nagy önbizalommal érkeztem erre a Békés Csabai versenyre. Az volt a célunk elsődlegesen, hogy az aranyérmet elhozzuk. Ezen kívül szeretünk volna egy nagyon jó időt is gyalogolni, mivel az olimpiáig már több 20 km-es versenyen már nem lesz, ezért szeretünk volna még utoljára egy jót versenyezni. Ez hál' Isten sikerült is, ebben nagy segítségemre volt egy lengyel gyaloglósrác. Az elejétől a végéig egymást húztuk, nagyjából azonos szinten voltunk, és az utolsó 100-150 méteren még sikerült is lehajráznom, szóval tényleg nagyon boldogok voltunk a verseny után. Helebrant Máté a 20 kilométer mellett az 50 kilométeres távon is kiharcolta a riói indulás jogát. Pokrovenszki József tanítványa még nem döntött arról, hogy melyik távon áll rajthoz az olimpián, de valószínű, hogy a megszokott 20 kilométer mellett teszi le a voksát a 27 éves gyalogló. Nagyon sokat beszélgetünk erről Józsibával, de a héten már meg fogjuk hozni ezt a döntést. Igazából ez a 20 km-es verseny ez egy vízválasztó is volt, de mivel ilyen jól sikerült, ezért szerintem a 20 km-re fog billenni ez a bizonyos súly, és lehet, hogy emellett maradunk. Helebrant az olimpia kezdetéig még Tatán és Mátraházán edzőtáborozik, valamint 2-3, 5, illetve 10 kilométeres hazai versenyen áll rajthoz, hogy javítsa a gyorsaságát és a lehető legjobb formába kerüljön augusztus elejére. A Baktalórendházi Regulyantal általános iskola csapata nyerte a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia megyei döntőjét. A 2. helyen a Pátruhai Móricz Zsigmond általános iskola, a 3. pedig az Ibrányi Árpád fejedelem általános iskola együttese végzett. A baktaiak győzelmükkel bejutottak a júniusi miskolci országos döntőbe. A selejtezőket követően 9 csapat részvételével rendezték meg a nyíregyházi városi stadionban a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia megyei döntőjét. 3 kispályán 4+1-es felállásban futszalos szabályok szerint mérkőztek meg egymással a résztvevő együttesek. A többi korosztály küzdelmei már korábban befejeződtek, és a szervező szerint nagyon sok tehetséges fiatal mutatta meg tudását a megyei döntőkben. A korosztályokat figyelembe véve, főleg a 2. korcsoportnál a Móra és a Móricz csapata Nyíregyházáról játszott a döntőt, de bizton merem állítani, hogy bármelyik kölyük az országos döntőn is dobogóra kerülhetett volna. Ez a Móricznak adatott meg, én biztos vagyok benne, hogy ott is kitűnő eredményt fognak elérni. Kitűnő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, ebből is látszik, hogy a megyében óriási tehetségek vannak, ebből érdemes meríteni, de aztán látjuk, hogy az ország különböző pontjain, és nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe tűnnek fel ezek a gyerekek. Én bízom benne, hogy egyre többen azért itt fognak maradni a megyénkbe.
A nyírteleki általános iskola csapata a tiszavasvári körzet legjobbjaként került a megyei döntőbe. Az együttes edzője szerint számukra már az is nagy eredmény, hogy a legjobbak között lehetnek. A srácok nagyon szeretik a futballt, heti egy edzést tudunk erre folytani az iskola keretein belül. Ők egyébként a helyi egyesületbe is mozognak, tehát azért ez nem egy alkalom, hanem több. A tornát végül a Regujantal általános iskola csapata nyerte, így a Baktaló rendháziak képviselhetik majd Szabolcs-Szatmár-Beleg megyét Miskolcon a júniusi országos diákolimpiai döntőben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Több mint 100 forinttal lehet drágább egy doboz cigaretta jövő decembertől, mert a kormány uniós előírásra 29%-kal emeli a jövedéki adóját. Így egy dobozért akár 1200-1300 forintot is elkérnek majd. Ez azt is jelentheti, hogy megnő az illegális dohánycsempészet a magyar-ukrán határon. A NAV regionális bűnügyi igazgatója azt mondta, óriási árréssel dolgoznak a bűnözők, milliókat kereshetnek akár egy éjszaka alatt is. Jellemző az is, hogy a megyei dohánytermesztők adnak el alapanyagot illegális feldolgozóknak. Szerény választék, magas árak, ezek jellemzik a megyebeli piacokat. Hazai gyümölcsök, zöldségek még nem igazán vásárolhatóak, sok az import áru, az árak így jóval magasabbak. A termelők, eladók azt mondják, a rossz idő, az április végi fagy is befolyásolja az árakat, ezért is drága többek között az eper és az uborka. 4-6 hónapos ingyenes távoktató programra jelentkezhetnek azok a volt diplomamentősök, akiknek még nincs nyelvvizsgájuk. A mentőöv elnevezésű tanfolyamot az Euro Nyelvvizsga Központ indította el egy hete. Azóta több mint 1000 volt diplomamentős regisztrált a képzésre. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 4-én, szerdán. Friss hírekkel csütörtök este jelentkezünk legközelebb. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön többnyire napos időre számíthatunk, változó nedvesség tartalmú labilis levegő érkezik fölénk, ami kedvező alkalmat teremt záporok, zivatarok kialakulásához. Szerda éjjel csökken a felhőzet, de eleinte előfordulhat még kisebb eső, zápor, az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, reggel általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés várható, zápor kisebb valószínűséggel, zivatar is előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyengülő kettős fronthatás várható térségünkben. Pénteken és szombaton még sok napsütésre van kilátás, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és néhol záporok, zivatarok teszik változékonyabbá az időt. Vasárnaptól viszont már több lesz felettünk a felhő, akkor és a jövő héten is több helyen valószínű csapadék, záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az enyhe éjszakákat mérsékelten meleg nappalok követik, országszerte 20 fok körüli maximum értékeket mérhetünk.